kérünk, áld meg, és szenteld meg ezt a szent pápát ábrázoló szobrot. Segítsd jóságosan azokat a szolgáidat, akik Szent II. János Pál pápát itt tisztelik Tolnán, hogy a hit és a jámborság útján haladva Szent Fiat képmására igyekezzenek átalakulni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Szent II. János Pál pápa szobrát szenteli fel Ravasz Csaba plébános. Az ünnepi misét a pápa megválasztásának és beiktatásának évfordulója, illetve a két őt ábrázoló szobor megáldásának alkalmából tartották. Két szobrunk is van a Szent Pápáról. Van egy kisebb és egy nagyobb, amit egy felajánlásból, adományból került ide igazából, és valójában erre az úgynevezett pápás misére jó magam már április 2-án készültem. Ez még ott annak az időszaka volt, amikor karanténban voltunk a pandémia miatt. Nem lehetett nyilvános miséket celebrálni, tehát ez a terv ott akkor meghiúsult. De ugyanakkor a Szent Pápának éppen most ősszel, október közepe tájékán van a megválasztásának és a beiktatásának az évfordulója, ami 78-ban történt, október 18 meg 22-én. És most, mivel hát szájmaszkkal, de lehet jönni szentmisékre, így került át ebbe az őszi időszakba, és az ő évfordulóját követő vasárnapra ez az ünnepi szentmisénk. A két szobor közül egyik sem marad a templom falain belül. Az atya a nagyobb fagyálló anyagból készült, embernagyságú alkotást szeretné, ha a templom környékét vagy Tolna város közterét díszítené. Míg a kisebb 90 cm-es szobor a plébánia nagy termébe kerül elhelyezésre, mivel szerinte a közösségi élet minden fóruma ott zajlik, majd a helyiséget átkeresztelnék Szent II. János Pál pápa termének. Ebben a szentmisében mi mindenképp szeretnénk ezeket a szobrokat megáldani, és ahogy otthon is, ha van fénykép, van valami, nem tudom én, egy sportolónak valami érme, és kirakja, és sok mindenre emlékezteti, munkára, dicsőségre, sikerre, és sok mindenre. Azt gondolom, hogy a Szent Pápánknak a szobra is mindenképp egyfajta figyelmeztetés számunkra is, hogy föl lehet rá tekinteni. Van az a példakép, amit ő mutatott, hogy mi magunk is egy ilyen úton járjunk. És nyilván, hogy évközi vasárnap lenne, amúgy zöld szentmisét, zöld miseruhában miséznék. Most ez az apropó azért mégiscsak arra ad alkalmat, lehetőséget, hogy szentmisében az elmélkedés, és azért jó részt a Szent Pápa életéből, tanításából merítsük. Az a hatalmas lelkesedés, amivel a világ fogadta, sok mindennek volt köszönhető. Nyilván volt egy kedves egyénisége, egy adottsága. De ott volt a mindenre való nyitottsága, bölcs határozottsága, odaadottsága, a fiatalok nyelvén való kommunikáció, a tudományokban való jártasság. Ő benne egy világos, érthető és szerethető jel tűnt föl a világ előtt. Szent II. János Pál pápában Krisztus közelségét érezte a világ. Azt gondolom, hogy
látva az ő életét, ami már aztán az öregségbe, betegségbe is bele-bele hajlott, hogy ezt is méltósággal tudta megélni. Mai ember is sok mindenben érdemes, hogy odafigyeljen éppen őrá. 1920-ban, május 18-án éppen 100 éve született Szent II. János Pál pápa. Élete során kétszer látogatott el Magyarországra, 1991-ben a Pécsi Egyházmegyében is járt.